Kalandos volt, abszolút, abszolút, igen. Végül is erről szól a kiállítás. A művészet nyelvével elmondom az embereknek, hogy mi történt. Itt most a kiállítás az három installációból áll. Kettő az ilyen fametszet, a nyomódúc és a nyomatnak a helyzetéből adódik, illetve a harmadik installáció nitró nyomatokból, ami itt mögöttem is látható. Két fametszet installáció, ez kimondottan ilyen helyspecifikus, szóval kimondottan ezekben a termekben terveztem, ide lett méretezve. Volt szerencsém 4 hetet Amerikában tölteni, tavaly. Egy nagy kaland volt, egy nagyon jó barátomat és az ő családját mentem meglátogatni. Ez alatt az út alatt a államoknak, Egyesült Államok nyugati partján egy ilyen road trip-et egy autóval csináltunk, 2 hétig utaztunk, körülbelül 6000 kilométert vezettünk, szóval tök sok minden történt, tök sok mindent láttam. A legmeghatározóbb élmény ez a léptékváltás volt, szóval minden egyszerűen megnagyobbodott. Maga a tér kinyúlott mindenféle irányba, ezt szerettem volna valahogy feldolgozni, illetve visszahozni ide a galéria termeibe. Ezért esett a választásom 2 olyan képre, amire fölfelé nézünk, mert gyakorlatilag ez volt a legjellemzőbb az ott létem során, hogy folyamatosan körülnézek, magam fölé, magam köré nézek. Szándékosan választottam egy természeti teret, illetve választottam egy épített teret, amit az emberek építettek maguknak. Az volt az elképzelésem nekem is, hogy ha majd bejutok ezekbe a nagyvárosokba, mindenhol kinőnek ezek az óriási épületek, majd így összenyomva fogom érezni magam, de egyáltalán nem. Szóval szerintem nagyon ügyesek ebben a kinti tervezésben. Ha valaki bemegy a térbe, illetve nézi ezt a képet, látható, hogy egyáltalán nincs beszorítva az ember, szóval 4 épületben nyúlik, de magának a képnek a legnagyobb felületét maga ez a felhő, az ég tölti ki. És például, hogyha ezt összehasonlítom a Budapestről készült sorozatomba, ott is minden egyes kép kifutóra van, viszont az égből mindig csak egy ilyen szűk szeletet látunk. Szóval tök érdekes, hogy például Los Angeles belvárosa összehasonlítva sokkal nagyobb, magasabb, több épület, viszont Budapesten sokkal inkább érzem magam beszorítva az épületek közé, mint például ott kint. Hoztam évekkel ezelőtt egy döntést arról, hogy minden egyes ducról csak egyetlen egy nyomatot húzok le. Egyszerű és megismételhetetlen. Nekem nagyon fontos a befektetett energia az, hogy az a folyamat, ahogy ez elkészül. Úgy gondolom, hogy ezt a magammal, a duccal tudom megmutatni igazán. Szóval a munka legalább 80%-a egész biztosan, hogy a nyomó dúcon történik annak az elkészítésével. Számomra a nyomat az egy ilyen ellenőrzése a végeredménynek, hogy dolgoztam. Számomra minden egyes esetben a nyomó dúc és a nyomat az egy mű alkotás. Abból ered ez az egész munka, ennek az a címe, hogy mindketten barnák vagytok, úgyse fogják észrevenni a különbséget. Ez abból a történetből fakadt, hogy nem volt nálam az útlevelem, és egy barátom igazolványát használtam ahhoz, hogy bejussak szórakozó helyekre, mert Amerikában 8 óra után nem tartózkodhat 21 éven alul olyan helyeken, ahol alkoholt fogyasztanak. Azért volt érdekes számomra ez a történet, mert
kint Amerikában szembesültem először azzal, hogy foglalkoztam azzal, hogy milyen a bőröm színe. Szóval az itthoni környezetemben ez sosem foglalkoztatott, hogy épp a bőröm árnyalata sötétebb itt az átlagnál, illetve ott kint viszont ennek így van vagy volt súlya. Ennek folyton ragadt meg ez a mondat bennem, hogy úgyis barnak vagytok, nem nagyon veszik észre különbséget. És erre egy reakció, ez a munka például, hogy a két személyigazolvány képnek a színeit bontottam le. Az ipari nyomtatásban mindent három színből és feketéből kevernek ki, a ciánból, a magentából és a sárgából, ez kék, rózsaszín és a sárga szín. Én most ennek a két igazolványnak ezeket a színeit különbontottam, és ennek az összes rétegnek az összes variációját lehet itt látni. Szóval, hogy ha ezeknek a színeknek a sorrendje meg van bontva, akkor teljesen más színeket fog eredményezni. Szóval gyakorlatilag itt látható a 720 verziója ennek a hat színnek. Atrocitás nem ért ezzel kapcsolatban, viszont onnantól kezdve, hogy ez a gondolat belemászott a fejembe, ez így ott volt, és most is ott van, szóval, hogy ez volt a reakcióm erre. A 20 éves erdő története az, hogy kiválasztottam egy 4,5x4,5 méteres részt az erdőből, ahol erre részre jutó fáknak a törzseit, leveleit, ezeket lenyomtattam egy ilyen frottás nyomattal. Ugyanezekből a nyomatokból újraépítettem azt a teret, gyakorlatilag egy ilyen papírinstallációval. Tér a térben helyzet alakult ki. Ugye bármit, amit lenyomtatunk, annak mindig a tükör képét kapjuk vissza, és ebben az esetben ugye maga az installáció is a tükörképe volt az eredeti erdő részletnek, ami úgy volt visszahozva a kiállító térbe, hogy a installáció előtt egy tükörfólia volt a falra kasírozva, aminek ugye az a tulajdonsága, hogy ezek a tükörfóliáktól minél távolabb megy az ember, annál homályosabb, zavarosabb a kép. És akkor így alakult ki ez a játék a térben, hogy minél távolabb vannak tőlünk az emlékképeink, annál zavarosabbak, viszont minél közelebb tartjuk magunkhoz, annál élesebb marad az emlék.